Hát köszöntök mindenkit, itt hatalmas szeretettel ismételten visszatértünk. Fazmofóbiázni fogunk még hozzá jó kis Sulaiman teammel. Úgyhogy köszöntök itt mindenkit, kedves emberek a chatről. Szia Dani, szia Roli, szia Nettus ismételten, Leo, hogy mindig itt vagytok, Cigrom, imádom, hogy mindig látom a neveteket. Katus, Ailaf Ferőc, Csenge, Anita, szerbusztok! Mi a helyzet? Milyen napotok volt? Shaper uram, tényleg. Mindig elmondom, de olyan vicces, hogy bedobtiteket az Instagram, mint javasolt profil, mint hogy a Facebook ismerősök lennénk, olyan vicces, hogy... Tehát így azt a rendszeres stream nézőket, mint hogyha megismerné, vagy lehet, hogy csak az én szemem akad meg Instagramon is a neveteken. Szia Petra neked is. Meg mindenki, tényleg. Most bocsi, hogyha nem tudtam mindenkit beolvasni. Zalán is, szerbusz, köszi előre és a modell, és Eskrék, Ket, hát szerbusztok, igen, köszönöm szépen neked az ajándék szóval, bocsánat, nem is az ajándékot, a 12. hónapot. Úgyhogy meglett az egy év. Úgyhogy durva, hogy egyszer megakad a szemem mindenhol. Nem csak itt, hanem Instagramon is. A neveteken. Úgyhogy... szerbusztok, milyen napotok volt? Nekem kellemes. Befejeztem a vlog videó vágását. Annyira örülök. Úristen, olyan megkönnyebbülés. Nem tudom elmondani, emberek. Lehet, hogy csomóan nem is tudjátok, de már olyan régóta dolgozok egy videón, egy vlog videón, és olyan ritkásan évente egy jön ki. A tusolós vlog, és megvan. Jaj, úgyhogy hétvégén szombaton fel lesz töltve. Jaj, nagyon boldog vagyok. Mindjárt visszacsatlakozunk hozzájuk hívásba. Csilla is egyébként streamel, és őm is azt hiszem a felkonfiát csinálja éppen a saját adásában, úgyhogy azért nincsen még itt a lobbyba, de Polla már itt van. Úgyhogy majd mindjárt visszamegyünk hozzájuk hívásba. Jó öreg Sulaiman tímes fazmózást. Belépek a Twitch-re és már egy rajzolt borzóit látok. Hát nekünk ez az intrónk gyakorlatilag az új év óta. Szia Peti, neked is. Szerbusz. Szerbusz. Úgyhogy... várom nagyon a hétvégét, és nem csak azért, mert hétvége, hanem azért is, mert végre ki tudom tenni akkor a következő videót, és ez annyira nagy megkönnyebbülés. Utána újra tudok foglalkozni a gaming videók vágásával is például. Hát volt az a Squid Game-es eventünk, amit csak nekünk, a kis közösségünknek szervezett meg az Ancient csapata, és abból lett egy tök jó streamünk. Egyébként tök sokan voltunk, vagy 700, nem is tudom, sokan voltunk rajta. De hogy abból szeretnék egy vágott videót is csinálni, esetleg akik lemaradtak. Aztán ott volt még a... ott volt még egy tubis videó, ami még elkészült az idők alatt, és azt is kitenném akkor már. Meg még volt valami, ami a régóta tartó vágás, és már nem is tudom, kb. Ki is ment a fejemből, de ugyanakkor itt van, mint gaming, és már régóta ki szerettem volna tenni, csak hát ugye szorított a határidő a vlog videóval kapcsolatban, hiszen ez a hideg zuhanyról szól, hát hogyha az ember nem télen teszi ki, akkor mikor teszi ki, és most már lassan, hát most már nincs tél. Úgyhogy szorított a határidő, ezzel kellett foglalkozni. Szia Sára nekik is, mert vártam egy jó kis fazmót, már én is vártam. Mostanában újra rácsúsztunk, sőt, amióta Dávidéknak megmutattuk, egy Gergőinknek megmutattuk a fazmót újra, hogy amúgy ez a játék milyen szórakoztató tud lenni, azóta ők is nagyon durván tolják, úgyhogy ez az egy problémánk van csak, most is, hogy nem elég nagy a lobby ahhoz, hogy akár 8-an is beférjünk. Mert most már lennénk rá 8-an is. Folyamatos játék. Túl sokan vagyunk egyszerűen, túl sokan vagyunk. Húdít a fazmofóbia, és hát nem tudunk ilyen sok emberrel összejönni. Úgyhogy azt talán azt úgy voltunk vele, hogy majd felváltva toljuk. Szia Józsi, szia Taki, szia Csenge, szerbusztok. Remélem nektek is jól telt a napotok. Mikor Gergővel fazmofóbiáztatok, akkor abból lesz videó? Igen, igen, abból is szeretnék. Megvan a nyersanyag, úgyhogy szerintem ilyen első fazmofóbiás élmények, úgy nem első, de hogy így annyi kihagyások volt szegényeknek, hogy szerintem szinte lehet mondani, hogy első fazmofóbiás élményüknek szerintem tök jó videót össze lehetne vágni belőle. Szeretem a Forma 1-et? Szerettem kiskoromban, de nem értettem sosem hozzá, most sem értek hozzá, úgyhogy nem tudom, hogy... tehát egy kicsit laikus vagyok, de egyébként szeretem nézni, hogyha van. Köszönöm szépen, jól tettem, kb. Csak vágással. Szia Petra! Neked is! Igen. Egyébként lehet, hogy kéne csinálunk egy Among Us-os streamet is a hétvégén. Azoknak mondom, akik szubok, modik.
nem lenne kedvük majd csatlakozni. Mert egyébként sokan jöttetek innen a chatről is, és milyen jól is tettétek, hogy jöttetek. Mert remek volt, nagyon imádtam. Nagyon adtam. Én ezt a Among Us-ozást, a modok is. De nem csak a Fazmú tetszik, most már a modok is egyszerűen hódítanak. Erünk mihez? Lemaradtam. Among Us. Among Sus. Na látod, Nettos, én nem is tudom, hogy ő kicsoda. Ennyire azért nem követem a Forma 1-et. Hát igazából mondom, hogy semmilyen szinten nem. Én nagyon kívülállóként tudom nézni és csodálni bizonyos részeit, de sajnos nem értek hozzá. Érdekes egyébként, mert nálam, nem tudom ti hogy vagytok vele, de nálam nincs olyan sport, amit én néznék, ugyanakkor rengeteg dolg, tehát rengeteget sportolok, tehát hogy nagyon sok minden sportba belekezdtem és csinálom, kajak, kenu, falmászás, vívás, akrobatika, futás, téli sportok, síjelés, korcsolt, tehát mindenfélét csinálgatok, de ugyanakkor egyik sportot sem nézem. Foci, tehát tessék, a focit sem nézem, pedig ott aztán ugye az emberek meg tudnak őrülni a szurkolástól, és én meg így engem valamiért idegen hagy. Pedig tök jó lenne amúgy, hogyha ezek így elkapnának engem is. Neked van életed az, és... Nem, nincs, mert mással cseszem el, nem azt mondom, hogy hasznosabban töltöm az időt, mint a tévét bámulom és a sportokat nézem, hanem általában más hülyeséggel töltöm az időmet. Úgyhogy, ja, nekem ezek sajnos kimaradt. Az e-sportot egyébként azt néztem egy időben. Az annak számít? Az e-sportot? Az egyetlen sport, amit úgy néztem és szurkoltam szerintem. Na jó, meg hogyha a magyarok játszanak valami nagyobb meccsen, akkor focinak még azt mondom, hogy... Hogyha ja, megvan ez a tömeghangat, hogy az emberek is kimennek az utcára és úgy nézik a meccset, akkor azt mondom, na akkor visz magával a tömeg, és akkor azt úgy át tudom érezni. De az nagyon ritkán van, amikor a magyarok kijönnek egy komolyabb meccsre is. Ami tényleg úgy megmozgatja az embereket, hogy mindenki utcára tódul. Az egyetlen, amit nézek én is, az a Forma 1. Más nem. Nem kötlen. Szoktál valorantozni? Szoktam hát így esténként néha, de kiestem a formámból, mert nem eleget játszok, és az olyan, hogyha az ember nem tolja napi szinten, akkor az játék büntet a játék. Tehát, hogy akkor így kapod... És nem megy olyan jól, nem lesz olyan élvezhető. Szóval vagy folyamatosan játszik az ember, vagy kiestem a gyakorlatból. Bezzeg a Valorant e-sportot nem nézed. Mondjuk, hogyha küldesz jót, akkor lehet, hogy belekukkantok, kíváncsi vagyok. Olyan kéne, hogy van olyan, hogy magyar e-sport játékos még, aki nagy, mint régen a Vizicsasi volt, hogy mindenki vágta a nevét, és így lehet szurkolni a csapatának. Na, olyan kéne nekem is. Az lehet, hogy újra visszahozná. Csabival megy még az R6? Nem, de egyszer ráírtam, amikor most újra elkezdtek R6-ozni, hogy majd lehet, hogy tolhatnánk, de ezt sajnos abban marad, de... De nem, sajnos. Van Netflixem. Van egy nagyon izgis Forma 1-es sori, azt írjátok. Most annyi sorozatban vagyok bennem, Brek. Most kivételesen, hogy én ugye a kis sorozatokat sem néztem, na most változnak a dolgok, változok én is. És most elkezdtem sorozatokat is nézni, úgyhogy most bőven van, amit nézhetek. Minecraft Championship-et szoktál-e nézni olykor-olykor? Na ez viszont jó, ez megint olyan dolog, amit szoktam egyébként, és Greycat. Tehát ez valamiért egyébként igen, a Szerbusz Sanci, ez valamiért egyébként igen, egy olyan dolog, ami még az e-sport mellett, tehát majdnem e-sport igazából az is, hogyha Minecraft MCC-t nézzük, az nagyon fun tud lenni. Milyen sorozatokat? Hát, így bepótlásképpen a nagy pénzrablást, aztán most a Last of Us-t, aztán újra nézek ilyeneket, hogy Death Note, kicsivel később, amúgy közben szerintem megérkeztek a csilláék, úgyhogy... Úgyhogy menjünk vissza hozzájuk. Szerintem hívásba, jó? És megvolt a chat chattingünk mára. Hát szerbusztok, kedves Szulejmánok! Bence! Ja, Bence! Sziasztok!
Hát mindenki itt van, hát ez csodálatos. Összegyűltünk, igen. Összefújta a szemetet a szél, vagy mi, hogy szokták ezt mondani ilyenkor? Van egyébként cuccunk. Én nekem van, várjál. De miért, miért iszonyat halkan hallom az egészet? Titeket is, meg a játékot is. És a maxra van felhúzva a fülesem. Akkor gondolkodj el. Gondolkodj el az életed. Gondolkodj el. Ez a kis csönd épp elég lesz arra. Jó, most jobb. Na már, Bola, mikor fog streamelni? Hát, mit nem hallotok? Micsoda? Nem tudom. Valaki azt mondta, hogy mi se halljuk, de mit? Hát ez... Őket? De hát az kéne. A játékot. Ó, igen, igen, a játékot azért nem halljátok, mert egy balfasz vagyok. Ezen kívül semmi gáz nincsen. Jaj, Fence, nézzük a kommentőket. Mit iszunk ma? Meg ivós sárban. Igen, igen, az ember, én is azon nevetek, meg az, hogy... Dávidot kérdezték, hogy zsidivel szabaduló szoba lesz még szerinted, csak szegénynek először az autókorrekt kijavította, és azt írta, hogy zsidóval a szabaduló szoba lesz még. Jaj, ez nagyon kellemetlen, így minden. Na jó, én redizek. Akármit is mondtak, én rediztem. De még nem tettük be azt, amit be kell, hogy tegyünk. Ezt specifikáld egy kicsit, Bencém. Hát, én nem streamelek, srác. Bola, te vagy a sugar mami, léci. Okay. De mit kell betenni? Várjál, lehet, hogy hozzáadtam. De nem, lehet, nem itt kell még vásárolni. Itt kell most vásárolni, várjál. Jézusom, én nagyon el vagyok maradva. Hát igazából Bola, megvan mindenünk, nem is kell betenned semmit. De 873 dolláron van, egy sugar mami vagyok. Hát nem akkora, mint a Bola. Nem baj, hogyha a telcseteden olvasom is. Nem, sőt. Köszönnek, akkor visszaköszönhetek? Dehogy is, nyugodtan, sőt, még jó. Láttam is, hogy kifejezetten neked jó, van, nekem ne köszönjeltek, nem gáz. De te is streamez, ne? Hát most akkor beszélj ott. Sőt, én is megválaszolok eljöttett kérdéseket, már láttam például, kérdezték, hogy hol szoktál streamelni, hát még nem, vagy volt már streamed, csak még nem aktívan streamelsz. Egyszer volt, igen. Most már csak 200 dolláron van. És polcsunaiban. Egyszer volt stream. Nem tudom, mit csináltam. Ja igen, polcsúnak hívnak, de beírok oda, beintegetek, hogy ez jó lesz. Én nem tudom, mi történt, csak azt tudom, hogy valaki megint lépkedés, ez engem zavar. Pola, úgy... nézd meg, Pola, álljál már le, hát itt járkálsz körülöttem egy helyben, nézd meg, hogy csinálsz. Menj odébb, és akkor nem hallom. Ott egy leesett, várjál, itt vagy nyíl, ez most megint meg egy megijesztős dologra mutat? Nem tudom, ez valami újdonság, de amúgy ready vagyunk, szóval, hogyha... Akkor nem kell beraknom semmi? Én vagyok az egyetlen, aki megint nem ready? Nem. Dehogy vagyunk meg, hát parabolikus mikrofon nincs is benn. Na. Tényleg nem volt? Nem. De most már van. Jó, én elfogytam az összes pénzemet, úgyhogy. Ez egy kicsit fáj. Csilla, mesélj, hogy milyen napod volt. Nagyon jó napom volt. Ma Szabin voltam. Reggel voltam a Jó van ez így streamben. Aztán ott voltam egy kicsit az Ádámiknál. Aztán hazajöttem. És aztán most játszom veletek. Úgyhogy ma nagyon kis pihis napom volt végre. Na, és milyen volt a stream? Hát én tegnap még nagyon-nagyon aggódtam. De volt egy ilyen nagyon vicces dolog, hogy... Ja, itt vagyunk, köszönöm, megérkeztünk. Szóval volt egy ilyen nagyon vicces dolog, hogy így... Még tegnap bent az irodában panaszkodtam valakinek, hogy holnap ilyen közéletről kell majd beszélgetnem, és hogy így nem vagyok képben. És azt ajánlotta, hogy nézzek, jó van ez így videókat, és akkor mondtam, Na jó, vittél elmefet? Aha. EMF mindig elviszed a jó kis EMF-et, jó, én viszek, de van még... viszek Ghost Rádiót, elfelejtettem mindennek a nevét. Van még, úgyhogy... Hogy hívják? Spirit Box, azaz. Úristen, mi történt itt? Miért van ilyen sötét, Poll? Mi nem volt eddig ilyen sötét? Lehet, hogy ja, nem. Ja, nem kapcsoltam villanyt, lámpát. Na várjatok, mert nekem nincsen most itt izé moderátorom, úgyhogy át kell állítanom a... Ez már most mozog. Hallod, Bence, már ezt ki is nyitotta, ahogy ide jöttünk. Igen, én is ezt hallom, itt valamit már aktívoskodik. Ezt az ajtót már kizárja. Ötös, már is? Ne viccelj! Lehet, nem már, hogy én itt izé, mire odaérek az ajtóhoz, már kizár a szellem. Jézus, mi van már itt? Hát itt aktívoskodik. De durván.
Amúgy Paula, kaptál ajándékszobot The Candelos-tól. Köszi szépen neked, meg Briggy, neked is a harmadikat. De édesek vagytok. Köszönöm szépen. Jövök itt. Találtam új lenyomatot izével. UV-val valaki fotó. Van nálam. Hozom. De jók vagyunk, már két nyom meg is van. Nem, én valami. De várjál, nem Nightmare-ben vagyunk, mert akkor több nem is lesz. Dehogy profilban azt hiszem. Nem vagyunk Nightmare. De várjál, akkor ide lemegyek, mert itt van egy nyom, és akkor megkérdezem. Are you here? Lehet ez a folyosó lesz, ahol én vagyok most, itt csak 4-3 fok van. Igen. Jó, figyelj, én lekapcsolom itt a lámpát. Azért is megkérdezem, meg be kéne csukni az ajtót odafönt. Keresem a csontot. Oké, okay, megyek le. Are you here? Jó, Spiritboxra nem kaptam választ. Itt. Na, milyen? Ahogy ez befele nyílik, baszki. Nincs ráírva, hogy pull. Gyanús. Mi a másik nyomunk egyébként? Ó, megvan az MF5. Ja, az MF5 volt? Hol volt a zenedoboz? A Nancy-nek a szobájába. A kis Nancy ott rejtegette, játszott. A kis Nancy! Kis Misza! Kis Misza! Júj! Lehet igazából csak ő járkál itt és adja ki ezeket a para hangokat. De várjál, hol spiritboxozzak? Szerintem ez a folyosó az, de mindjárt megnézem. Keressük meg a csont. 2-1 fok! Oké, akkor várjál. Megkapcsolom a lámpát. Nincs, no spirit box, de még itt körbejárok kicsit. Are you here? Nem akar. Még itt körbenézek. Hoppá, pedig itt nagyon dobál. Kitettek egy szavazást, hogy ki hal meg először háromunk közül. 23 000 ponttal csillett. Nyilván én. 23 000 pont emberek, ez kicsit sok, nem? Ez kicsit bánt engem egyébként, hogy engem akartak instant megölni. Nem akarnak bántani. Aha. Ismernek. Aha. Aha. Viszont én nem találom a csontot. Itt egy darab kaki. Az a krumplém. Na jó van. Bence. Nincs csont? Te nem. Mi az, ami még lehet? Nálad nem volt csont? Nem láttál sehol se egy gerincet? Még nem is nagyon jártam körbe, de... Egy bordát. De gerincte. Mindjárt megnézem. Én körbe mentem már 20-szor, de sehol. Jaj. Megnézem kint, hogy van egy ghost orb. Anyas az elme. Csak nem hoztuk be szerintem kamerát. Hát volt már egyszer 5-ös, szóval... Ez elég jó. Na, hol van a... ez a csont? Ja, hogy úgy nem hoztunk be a kamerát, hogy most csak azért látjuk. Jó. Akkor beviszek egy kamerát, figyelj. Most már úgyis találtunk izét. Új lenyomatot, úgyhogy most már nyugodtan bevihetek egy kamerát. De miért van az, hogy nekem szaggat a játék? Azért ez nem egy olyan gépigényes valami. Ojjaj. Egy fok van. Úgyhogy fix itt lesz valahol. Ide, de hova tudom letenni a kamerát? Kamcsit. Állványra, nem? Rakjál rá állványt. Na baszki. Sose mondjátok nekem ezeket a fontos információkat. Mindig így csinálom. Nem láttad? Először fogom az állványt, aztán rárakod. Jó. És oda rakom így elbe... Oh. És így. De várj, hát miért vettél el új kamerát? Hát itt volt nálam ez. Ó. Oh. Hát most nem tudom visszatenni oda az állványra. De vissza lehet tenni, a nagyon koncentrálsz. Hát figyelj, rádobtam. És leesett a földre, szerintem ezt már nem veszik vissza garanciálisan. Füstölőség, azt majd kell, mikor vadászik a csapatból. És egy paranormális és eseményt kell az egyik tagnak átélni. Megvan a harmadik az... nyom. Mi? Szellemírás. És mi volt még? Akkor ez egy myling. Volt még a... Ugye nézem, fingerprint. Kitratáljak, de nincs vizem. Szellemírás, de ezen kívül volt még valami? MF, szellemírás, és... Oké. Okay. És... Akkor nem, ja. Akkor is kell vinni igazából kamerát be. Le kell fotózni, el is kell menekülni. Köcsög!
Are you here? Igen, miközben vadászik valakire. We hate you. Jean, hozok kamerát, vagy lefogom. Nem csoda, hogy téged kap el először, Csillám. Hát tudom, azt próbálom. Azt próbálom, hogy valami történjen, és akkor gyorsan kiszaladok. Hát de ez sose sikerült eddig. Nem tudom, hol lehet a csont emberek ezen a pályán? Hát körbejártuk az egészet. Igen, és olyan fura. Én már kisítottam magamnak egy búvóhelyet. Oda én fogok bújni. Ti nyugodtan keressetek magatoknak valami más. Hova? Ja, ide a folyosóra. Hé, köcsög! Amúgy azt kéne, hogy Paula, valamelyikünknél legyen kamera, én meg a füstölővel védelek titeket. Csak ameddig ugye füstölök, addig ugye ő nem tud támadni. Where are you? Viszont nektek le kéne fotózni. You are ugly. Viszont akkor hozok egy másik kamerát, amiben van minden. Egyet, hogyha Vladimirit mondasz, ez egy ilyen... Nem érdekli, szerintem ro. Ez egy ilyen Urban Legend, de akkor hamarabb támad. Vagy ha? Fogd meg a Vladimir kis zenedobozt és jelzd meg. Oké. Vladimir. Hogy Tobája, nézzek a képet a lábad alatt, de már háromszor egyszer oda belerúgott. David Luiz a neve amúgy. Micsoda? David Luiz. Vagy Lewis. Nem tudom. Nagyon jó amúgy... volt. Jaj, fotózz le, fotózz le! Várjatok, elbújok! Hol eltűnt, volt? Eltűnt, csak pillanat. Fél más percre jelent meg csak. Na, a bátor legény hallod, üzülő gyönyörű, aztán tud is érted azonnal. Ő nem, az első, aki ez nem futás volt, ez önvédelem. Jézusom, ez van nálam, nem is öngyújtó! Mi? Hogy micsoda? Nem volt nálad bent öngyújtó. Gyógyszerrel akart begyújtani a füstölőt, de jó, hogy megnéztem. Miért nem drogozzuk be inkább, érted? Basszus! Jézus, hogy úgy meghaltam volna, hogy na majd én védelek titeket a füstölővel, a szorongattam egy gyógyszert. Megpróbáltad begyújtani egy gyógyszerre? Hát így nézegettem még, hogy mi van még nálam, és így nem volt öngyújtó, csak egy gyógyszer. Beadagoltad volna neki, aztán alszik, érted? Na? You are ugly. De most nagyon megmondtad neki. De nem is válaszolt semmit, az se, hogy nem válaszol. Valamit itt nyitogatám, de hát kit érdekel. Na gyere, hagyj füstöljünk ki, hagyj fotózzunk le. Come on, baby. Come at me, bro. Nagyon szépen köszönöm emberek a követői célt, hatalmas csícsi, nagyon rendes tőletek. Köszi szépen, örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok. Egymás, de kétszer is kiírt a lol. Can you... Jajajaj, úristen! Megijedtem! Várjál! Gyertek meg gyorsan! Gyere be. Bence, csukd be, kérlek, csukd be! Na? Basszus. Ez mi volt? Csilla? Valaki meghalt. Csilla meghalt. De miért? Én bejöttem, Bence, ez a te hibád, miért hát, nem tudom. Hallod ránk az ajtót? Becsuktam azonnal, nem lehet, hogy nem kapcsoltad le a lámpát, vagy valami ilyesmi. De nem, valami lámpa éget, Bence, na, hogy fekszik ott, De Bence, jaj, megöltél! Nézd már rólam! Megöltél! Jóval, kitesszük majd Instára, jól van. Nem az én lámpám világított Danna, hanem a Bence. Mehet sztoriba, Bence, rakjuk. Sok lájkot kapsz, Fiani, majd örülj neki. Köszönöm mindenkinek, aki megdicsérte a hajamat. Jaj, nagyon lila a szám, de csak a vörösbor miatt. Köszönöm szépen! Ez a klasszik Csilla! Micsoda? Ez olyan szép mondat volt. Jaj, Istenem! Amúgy olyan három csillagos fotót... Mi? De ne hagyjatok már itt! Itt vagyok a kézén kívül! Bocsánat, mennünk kell, dolgunk van! Elnézést, de nekem menni kell! Még a lelkemet is elhagytál! Már a következő küldi! Igen, sajnos mennünk kell tovább, meggyászolunk majd később! Kell a pénz! De legalább temettetek volna sokat el. Kell adózni! Hát de most érted, most mindegyik munkába vonszoljuk a hullát, amíg haza nem érünk, és utána temessünk el. Hát ez... Szia, Ági! Köszönöm! Ilyenek a barátok. Na, hát amúgy ez maxos. Jó, mennyi pénz jöztem el? Hát én 25 dollárt kaptam, jó, nem? Úristen, kaptam, vagy 50 dollárt plusz, mert három csillagos fotót lőttem a szellemről. 94 dollárt kaptam, mínusz az adók. Na, redik vagyunk akkor. Most ez azért fáj. Mi egyszer játszhatnánk tényleg olyat, Bence, amit beszéltünk múltkor, hogy a mikrofon fágott. Ó, igen. Tökre bosszat lett. Mit?
Hát, hogy lenémítjük magunkat egy Discordon, és csak a játékos mikrofonon belül hallhatjuk egymást, és akkor ilyen valósághűbb a dolog, hogy ott csak a közeledbe halljuk a másikat. Oh. Igen. Adam, feliratkoztál a másik szobával? Anyám. Hát akkor... Köszi. Na, meg vagyunk. Rakunk be dolgot. Pénzmosás, igen. Pontosan. Valahogy tisztára kell mosnunk a drogos pénzeket, úgyhogy... Ez olyan jól, mert nem nézzünk egy Nightmare-t. De! Én azt hiszem Nightmare-en vagyunk. Jó. Akkor nem én vásárolok. Feliratkoztál másik szobából konkrétan? 24 hónapja, wow. Akkor csak egy parabolikat tegyél be, Olla. Jó, én nem rakok be semmit, mert kurvára nincs pénzem. Ezt elfelejtettem behozni a kajámat, Pil. Meghívunk egy körre, meg vagy kis vörös borocskát is még hozzá. Nem hozhatok vörös bort, mert ti nem isztok. Na jó, ma tényleg nem ihatunk amúgy. Vagy hát én még nem. Nem fogok. Én megtértem. Megtértem. Én nem ihatok, sajnos. Egyszer majd megéljük, hogy Csilla is megtér. Bár nem valószínű. Adjuk már. Köszönöm szépen. Tettem be parabolikus mikrofont. Látod, okay, akkor... Meg vagyunk. Kosárba. Ó, motion szenzort is tegyél meg kicsit be a kocsiba. Kicsit vettem többet. Akkor nagyon valamit, csak legyen valami motioning. Mózes érzékelünk. Berakom a mózes érzékelőt. Jó. Azonnal érzed, ott van. Yeah. Ú, mást is tettél be. Jaj, ne! Túl sok mindent raktam be. Baj, most már nem ürítjük ki. Ezt már kifizetjük. Ez fine. De ha meghalok. Az a te sarad lesz. De remélem, hogy halasz meg előbb. Nem. Én előbb meghalni, mint te. Na, erre kíváncsi vagyok. Redizzetek már, vagy mit nézzük ennyit ezt a lobbit? Én már nem bírom tovább. Már rég redizz... Ja. Én is nagyon kajás vagyok, Ági, de csak ilyen izét találtam itthon, abban ettet. Várjál már, megint kivettem véletlen a kamera állványokat. Jó, oké, feladom, tessék menni. Na, fullos cuccam. Bence, ne maradj már ki a buliból, hoz valami piát. Ne akarjatok már engem itatni, emberek. Hát van én veletek. Nem ihatok, mert egyedül nem iszom, csak a ti is. De már, már itt áll. Vagy nem mindegy. Milyen kedves. Jaj, a jó öreg Nightmare. Nagyon jó. De te nem vagy itt. Köszi, Levike. Nagyon rendes vagy. Na jó, akkor megint vigyek Spirit Boxot. Jó, viszem a szokásos etapot. Nézzük. Ugyanazok a feladatok, mint az előzőnél. Csak utánad. Érzik egy paranormális hangot a parabolikus mikrofonnal, tisztíts meg a szellemhez közé terelted füstölővel, csapatod egy tagja ér át egy paranormális eseményt. De most hol van a... az? Oké. Okay. Hát itt végig nagyon-nagyon hideg van. Jó, a konyha az elég meleg. Visszasíték? Ó, itt volt egy nulla. Nulla vagy mínusz? Csak nulla, de most már 10. Megijedt tőlem a kis pöcsös. Pöcsös? Valamit itt játszott. Nem tudom, csak... Itt egy tányér, ledobta. Azt? Rendetlen. Itt hol? Hát csak itt 2 fok van, meg... 3 fok. Itt lesz az öreg, itt lesz. Hozok már mindent. Itt lesz a kis pöcsös. Jaj, várjál, eltévedtem. Most valaki rám nyitott egy ajtót. Csilla, imádom ezeket. Ezeket pipálgatom ki, ezeket a Csilla stock dolgokat. A kis vöröspor, eltévedtem. De amúgy tényleg a Csilla... Ó, figyelj! Igen? ADHD kipipálva, ez is jó.
Minden megvan. Megvan? Nézd, hát a zongorás szoba lesz az. De lefotóztad a új lenyomatot? Mi? Van új lenyomat? Igen, ezt mondta, hogy gyere ide, és akkor ó, csillag kipipálva, de mondom, itt van, figyelj már! Hol? Nem tudom, hogy hol vagy. Itt mögött, jaj! Itt van mellettem. Fotózz le! Nem tudok mit csinálni. Szerintem ő most engem megöl. Itt látom is. Csak event. Áll. Ez csak event? Igen. Itt rászkódik. Hol? Látom az UV-fényben. Lefotóztam. Király vagy. Jó Isten, na akkor ezt is fotózzátok már ezt az új lenyomat. Ah, hozzám a kamerát. Megint dobál. De én jó, majd gyorsan fotózzátok már le, mert szeretném a felkapcsolni a lámpámat, mert félek. Ja, várjál, jövök. Ötös? Hármas. Hol vagy, csillag? Szerintem is tudtam, hogy ott is lehet új lenyomatot találni. Tessék. Jó, szuper, akkor én ezt most eldobom. És akkor várjál, megpróbálok spirit boxozni velem. Are you here? Nem válaszol. Hey, óvatosan, ne hergeld, mert meghalsz. Jaj, várjál, akkor keresek magamnak egy búvóhelyet, mielőtt hergelem. Lekapcsoljátok ott a zongoránál a villanyt, hogy jobban lássak. Hogy jobban lássalak? Boah, ekkorát dörgött. Are you here? Nem válaszol. Are you here? Motoszkál. Menjél ki, Bence! Lekapcsolom a lámpámat, legyek egyedül, és megkérdezem még egyszer. Bocsi, are you here? Bepofátlankodok ide addig egy kicsit. De Polcsú, hát akartam vele beszélni. Most megyek. Jó van. Dolgozik ő is, hát dolgozni kell. Hát igen, csinálom a feladatokat. Nem, szerintem nincs spirit box. Oksi, kipipáltam őket. Parabolikusat is vissza. Hozzak valamit a kocsiból? Na várjátok, mi volt eddig az evidence? Volt fingerprintünk, és mi volt még? Más nem volt? Még egy volt freezing nem. Temperature? Még nem, csak 0 fok volt, vagy 3, de lehet, hogy le fog az menni. Akkor megpróbálok még egyszer itt kommunikálni vele. Bence, én oda jártam a hőmérőt, azt az asztalon van. Esetleg megnézhetem. Nézem. Ja, Jesus Christ, miért van ilyen sötén? Egy. Tehát ez így nem megy még mínusz alá. Nem válaszol nekem nagyon. Az a baj, hogy... Szerintem nagyon levitte valamelyikünknek a szanitét, amikor az event volt és Csilla nagyon sokáig nézte, lehet, neki be kéne venni egy gyógyszert. Szerintem vegyen be, mert sokáig a sötétbe is van. Most már én is ott vagyok sokáig a sötétbe, szóval lehet. Oké, átszaladt a Dodson. Jaj, de jó. Hát akkor megvan a két nyom. Beveszek egy nyugtatót. A parabolikus mikrofonnal Bence járkálsz, és esetleg ha Bensi, akkor ő is bele fog sikítani, vagy valami. Ez jó, igen, ez tényleg az jó. Ez tök jó. Úgyhogy nem tudok felvenni egy gyógyszert, nem megy. Már megint? Igen, bagos. Basszus! Történt. Oh. Gyere ki szerintem, okay, Bence, akkor addig. Oké, okay, sikerült, bevettem egy gyógyszert. Kipipálta a parabolikusat, Bence. Úgyhogy gyere ki addig. Nagyon fogdos, meg mindent csinál, meg beül, beugrott elején, meg ilyenek. Jó, akkor van még egy docunk. És akkor Ghost Orb, Spirit Box, megpróbálok Spirit... Chill? A ghostwritingot egyébként akkor ki is húzhatjuk, mert ghostwriting nem lehet, akkor mindent kizárna. És a freezing temperature is, úgyhogy se ghostwriting, se freezing temperature MF nem lehet. Mérőszintet. Vagy EMF, vagy Ghost Orb, vagy Spirit Box, ami még maradt. Ghost Orb biztos, hogy nem. Szerintem EMF, és akkor az Gorio, mert hogy látható a DOTS projektoron. Hello! De csak kamerán keresztül, és ti ugye ott voltatok, mikor én láttam, hogy átfutott, de ti nem mondtátok, hogy láttátok. Ó, akkor ez egy elég jó nyom a Gorio-ra. Csak egy tipp, nem biztos, csak tippelek. Igen, miért? Mi tényleg nem láttuk. Igen. Miért tipp a Gorio-ra? Meg amúgy, figyelj, viszont az az erőség, hogy általában csak akkor mutatja magát kamerán keresztül, senki sincs a közelben. Az mit jelent pontosan vajon? Ezt nem tudom. Akkor jelenik meg?
Tehát egy eventel vajon? Vagy ez csak lehet, akkor nem. Mutatja magát kamerán keresztül. Na jó, akkor mondom, Ghost Orbot láttatok? Akkor nem voltatok pontok. Nem tudom pontosan. Nem Ghost volt Ghost Orb csilla. Mert ugye a harmadik nyom az nincs. Akkor elmefet és Spirit Boxot keresünk, még Spirit Boxra nem válaszolt, akkor megpróbál még az elmef nálad van? Semmit nem fog csinálni, se az, se a másikat, mert ugye két nyomot már megtaláltunk. Jaj, mert két izénk van, aha. Jó, megfejtsük. Phantom, megnézem a Phantomot. Bocsi, leese. Gorio elvileg olyan, hogyha a szobában van valaki, akkor nincsen doc. Te hogy láttad volt? Én is félek ettől a játéktól, ne aggódj. Ott voltunk olyan? A Phantom ideiglenesen eltűnik, ha a lencse végre kapják. Én lefotóztam, de nem tűnt el utána, továbbra is akciózott, nem? Igen. Benshee megüvöltött volna talán. Szerintem a Gorio amúgy ezek alapján. Meg a Phantom egy olyan szellem, amely megszerez élőket, és legtöbb esetben ezzel a vizsatáblával lehet megidézni. Viszont nem találtunk. Tényleg nem találtunk izét. Jó, én bemegyek. Se csontot, se semmit, úgyhogy azokat... Bemegyek, és fölmegyek az emeletre, hogy keressek... Biztos, hogy nem tűnt? Vagy biztos, hogy nem tűnt el, igen, amikor lefotóztad? Mert én úgy emlékszek, hogy fotóztál, és akkor hirtelen vége lett annak a... Én találtam egy kezet. Pontosan, hogy idéglenesen eltűnik utána, és nem jelenik meg? Ahó, találtam egy kezet. Az nagyon jó, az elátkozott tárgy. Akkor azt lefotózom. Azt akartam is mondani, hogy van egy új elátkozott tárgy, egy majomkéz. Az, találtam. Hol van Csilla? Fent az emeleten, a babaszobában. Ide lehozod? Te hogy kiszúrtad? Ja, meg szabad fogni? Csak ne kívánj tőle semmit. Miért kívánnál egy majomkéztől? Miért kívánnék egy majomkéztől? Mert a Dávid tegnap kívánt, és nem jártam jól. Pontosan, lehet hogy mondasz is, hogy... valamit? Olyakor mondasz valamit a mikrofonba, vagy mi? Nem tudom. Ez mozog. Kurva para. Tessék, Polcsú. Dobjam el? Menjünk be, mert le kell fotóznom, bocsi. Ha átlépem a küszöbet, megmozdul, kurva para. Igen. Egyébként olyat is lehet kívánni, hogy jó időjárás, és akkor csinál neked napot. De aha. Hogy lehet kívánni? Hát elvileg, hogyha jó klikkelsz rá, akkor megjelenek ki a szövegek, és akkor annak ki tudod választani, de nem mindenkinél jelenik meg, ez ilyen beállítás függő. Viszont ára is van. Van ára, mint minden kívánságnak. Segítőkéz az. Nem tudom felvenni most már, letettem, kész, vége van. Csontunk még nincs, meg hát most már a tippet kéne megszülni, hogy vajon melyik lehet. Jobb klikre nekem nem csinál semmit. Bal klikre se. Tetszik ez nekem. Ja, ez nagyon nem tetszik nekem. Bekéne... Tehát, hogy ha belépsz a menübe, kiválasztod, hogy Options. Szia, aztán... Bia! Aztán valamit ott, hogy kírja a... ilyen kis szövegeket alul valahol, akkor onnantól kezdve lehet kívánni. Jó, hát nem tudom. Na most akkor van bármi... ötletünk? Hát az utolsó nyomra még nem. Csak most mit tudunk azokról, amik maradtak? Amikor megjelent, akkor nem igazán ment távol a helyétől, nem? Halálozási helyétől. Hát, hogy megjelent? Event formájában? Igen, vagy úgy akárhol, ha. De még csak eventet láttunk. De hogy nem tűnt, de kétszer is feltűnt, nem? És csak ott, környéken. Ja. De az event az, de valószínűleg csak azért, mert csak ott voltunk, és ugye az event az... Na az a gyengessége például a Goriónak, hogy ritkán tűnik fel a halálozási helyétől távol. Viszont csontot szerintem még mindig nem találtunk, igaz? Nem, azt hittem, hogy... Ja, várjál, azt külön kell találni, az mindig van? Ze. Jó, és az miért jó, ha találunk csontot? Mert elméletileg az szokott a helye lenni, nem? Nem, az csak plusz pénz. Akkor csak régen volt ilyesmi. Nagyon szépen köszönöm Nightmare, megint csak az ajándék szobat méghozzá Phasmophobia Girl-nek és Sheeper, neked pedig az Igyonkendet. Szia Szuppi, neked pedig a Biteket. Nagyon rendes tőletek. Igen, Nightmare-en vagyunk. Vannak tippek esetleg emberek a chatről, hogy mi lehet?
az eddigi infók alapján a harmadik nyom, és ezzel együtt a szellem. Eddig keresek csontot. Vagy Goryu, vagy Phantom. De a Phantom a Spirit Box, viszont a Csilla sokszor beszélt hozzá, és nem válaszolt. De hát azt hittem, hogy a harmadikat azt elrejti. Itt a csont. Na, hol? Emelet. Itt. Egyek. Oké. Okay. Hát, nekem többen a Goryót írják. Lefotóztátok a csont? Lehet. Szuper. Nagyon szépen köszönöm. Eskréket, a kettő darab ajándékszoba, nagyon rendes tőled is, megint csak. Mit szóltok? Micsoda? Pipeljük be a Goryót. Jó, aztán menjünk. Hát a szellem az úgy látszik a képen, hogy ilyen árnyék, mármint igen. Szóval ugyanúgy látszik a szellem. De most akkor... várjál, én most itt láttam valamit az izén. A Dotson? Itt látta, igen, én láttam itt most elmenni valamit. Jaj, az... A Dotson az fut át. Ja. Azt láttuk már. Mehetünk? Aha. Meglátjuk, nem tudom, hogy beválik-e a tippem. Nem haltam meg. De minden szinte három csillagos. Ott egyrészt megcsináltuk az összes taskot, nem haltunk meg, és lehet, hogy még a szellem is meg lesz. Ez nem rossz. De hát most voltam bent. Mit mondott, hogy nem voltam bent? Ó, Goryó! Goryó! Én fotóztam le mindent, és még én is mondtam, hogy Goryó, Levike. Nagyon jó. Nightmare-ben emberek. 280! Jaja. És 44-es szintű lettem. Ebből ma le tudjuk inni magunkat. Csak nem tesszük. Hát csak nem tesszük, igen. Hát ez nagyon jó. Most akkor megint van valamennyi pénzem. Várjál, mondom mennyi. Hol látom, mennyi pénzem van? Nem látom, mennyi pénzem van. Azt a mindenit. A mindenki túlérjére csak 4000 pont került fel. Hát 7, itt most... 7, mi? 582. Mi az, hogy cell 747? Mi történik, ha rányomok a cell gombra? Mindent elad, amiben van, vagy mi? Szerintem csak amit egyszer megvettél, azt most el tudod olcsóban adni, és nem tudom minek... Minek lehet egyáltalán erre akkor lehet... Akkor 1329 dollárom van. De nem, most valamit eladtam innen. Én nem értem, én még esküszöm, mindig nem értem, hogy az hogy működik. És sem, már megint változtattak rajta. De várjál, szerintem én eladtam mindent a... De ne, Csilla! Mi betesszük, te meg eladod, vagy ez mi? Te mondtad, hogy csak a használt dolgokat adom el. Én azt ugye hittem, nem tényleg adtad el a cuccaim. Azt hiszem, hogy eladtad, de én azt hittem... Nem, én azt az enyémek megvannak. Azt hittem, hogy ez csak ilyen Facebook már. Olyan vicces lenne, hogyha egymás cuccát el lehetne adni. De te mondtad, hogy eladod. De hát eladtad, szerintem nincsenek már meg azok a cuccaim, amik benn voltak. De én akkor, de nem, esküszöm, nem értem. Ja, jó, oké. Okay. Nem értem, tényleg. Nem mit, baj. Hogy kell venni? Mit jelent az, hogy 3x4? Csak tegyetek parabolikusat be, meg mozes érzékelőt, és menjünk. Jó, most eladtam 747-ért, és megvettem újra 1300-ért, tessék, de minden miért, megvan. De miért, nem kereskedő játék, ez miért kattintasz egyáltalán rá arra, hogy szell? Minek? De mondj egy okot, hogy miért akar... Azt mondtad, hogy használtad, el tudom adni, mint a Marketplace-en. Tehát miért nem a Vision adod el, érted? Mint hogyha olcsóban hozzájutottál volna. Nem tehát, hogy tényleg nem vagyok egy hülye ember. Én szerintem egészen okos vagyok. De erre nem tudok rájönni, hogy hogy kell vásárolni ebben a store-ban. Úgyhogy most megint 79 dollárom maradt. Jaj, adtad mindenedet, és még csak 79 dollárod maradt. Hogy lehetséges ez? Na jó, még jó, hogy Nightmare-en 280 kapunk. Tényleg nem értem, én inkább nem nyújtom. Megvegyek akkor én mindent? Én már betettem a felét, csak mozes érzékelő, meg a másik kell, meg valaki álljon már ki a képből, mert egy nagy hajat látok. Szia, Bandi! Na jó, akkor nem veszek semmit. Akkor még hozok két izét. Tehát nincs mozes érzékelő. Addig redizek. Hát egyre kevesebbet látok ebből a képernyőből, jönnek a hajak, és így takarják ki. Istenem.
Most akkor te vagy a sugár, vagy én? Én most elég sugár vagyok, most már csak a mozes érzékelőt szeretném bennlátni, de nem látom, mert egy fej kitakarja! Nincs bent mozgás érzékelő. Honnan tudod? Mert én nem ott állok. Te vagy ott az, aki vagy, lehet te vagy a fej, akkor ezek szerint aki kitakarja. Nem, én most jöttem oda. Ez a Csilla. Csilla elmegy borért. De hogy közben... mentem borért, kajáért mentem. Na, akkor mehetünk. De te hol vagy? Te lebegsz. Ready. Tehát hogy re... Oké, akkor bevágok megint mindent. Nem én már értem. Mindent bevágtam ma. Jó, oké, akkor meglézzük. Neked csak a maradékot kell. De nem tudtam berakni a maradékot. De szóval, hogy lehetséges? Te is eladtad mindened, vagy mi van? Nem, hanem hogyha egyszer be akarok valamit rakni, akkor mindent berak nekem. Lehet Csilla adta el a te utcaidat is valahogy. Na várjál. Nem baj. Van még pénzem. Nem fogyok ki. Na, meg vagyunk. Jaj, de jók vagyunk. Aztán a kamerámmal van valami probléma. Na, most jó. Ropogtat. Bocsi. Én imádom, ez ilyen, nekem ilyen relax élmény valahol a Csillának a ropogtatása. Én annyira nem szeretem valaki ropogtat. Bocsánat. Nem is az, hanem hogy ezt ilyen hangosan, anyukám szokta ezt csinálni, amikor még otthon vagyok, filmet nézik, csak annyit, hogy így eszi az almát mellettem, és így... Ijesz, ha már, igen. Mondod bele, hogy mások ezt szolgatják kikapcsolódásként. Én nem tudom, hogy csinálják. Anyukádat, ahogy eszi az almát. Azt én sem szeretem, amikor valaki így eszik-eszik, de a ropogtatás egész jó. Szia, Liquid! Jött a ropogtatásra nem tudsz mit csinálni. Olyan ilyes vagyok, basszus. És te mit ropogtatsz? Hát ilyen abonettet. Szűk Emily West. Éj, de figyelj, Emily! Ne játsszál itt az idegeinkkel, jó? Van áram. Sütöttem. Van csont a garázsban. Azt kéne ennem már. Várjatok... Oké, ezt már ki sem mondom, hogy nem talál az út kifele. Hol van Bence? Ott a kocsik között. Ez egy láb. Biztosítékot is itt találod? Ah, oké, megvan. Igen, de már fel van kapcsolva. Igen. Hát, ez hol lehet vajon ez a szellem? Én nem tudom. De meleg van. Szia Szabinka, örülök, hogy itt voltál. Még mindig olyan, mintha én szinkronizálnám ezt a léhegést. Aha, itt fent már labdázik. Ah, ez lesz a szobája. Megvan az elátkozott tárgy. Jó, és megvan szerintem a szobája is. Hol van? Hol vagytok? Bent, abban a két kék kis szobában a legvégén. Folyos majd. Are you here? Menj ki egy picit, Bence. Are you here? Are you here? Nem válaszol a Spirit Boxra. Most mindenki... Ja, nem szólsz. Semmi. Van egy érzés, hogy most egy passzívabb szellem lesz, mint az előző. Szok be kamera. De nem lehet tudni, lehet, hogy mindenkit kinyír egyszerre majd. Ja, Delin. Menjünk, Bence, vlogoljunk. House tour. Na, végre. Hát, sziasztok, srácok, lányok! Elérkeztünk egy olyan videóhoz. Igen, először az emeletet fogjuk meglátogatni, oké! Megmutatom nektek a szellemet, az itthoni szellemet! Mert valaki van itt a folyosón, ki lehet az? 4K-ba veszem. 4K, Cotton, 4K.
Mika. Sik. Én úgy látom, hogy új lenyomat sincs nagyon sehol. Ide rak... Hova rakjam szerinted? Tip ide? De az ágyba. Ágyra? Vagy ba? Are you here? Oké, okay, most megnézem. Are you here? Igen, ez Nightmare. Mindenhol próbálom kérdezgetni. Ma Paul olyan nyugodtan beszél, kicsit fura, akkor hogy beszélök? Így Jesus. Jó? Úristen. Anya, are you here? Nem válaszol. Ah, este van, na. Kiki, nyugalomban. Kéne fotógép, vagy valami, vagy UV, van valakinél? Nálam van UV, de nem gyere, láttam sehol. Gyere, gyere szobájába. Nézd meg itt a szobáját, mindent kapcsolót. Végéztem. Most a kapcsolót nézd meg. Minden kapcsolót. Ah, nem láttam rajta, pedig lekapcsolta. Kérd a lámpát, vagy kapcsoljuk le, Paul? Kapcsoljátok le. Jó, megpróbálok még egyszer beszélni vele a Spirit Boxon, csak menj ki. Are you here? Nem, Spirit Boxra nem válaszolom. Egyelőre egy jelet se találtunk. Ez aggasztó. Igen, ez elég aggasztó. A docot nézzük? Itt már el is tud menni, nem? Másik szobába. Hát igen, de általában Hunt után szokott, és még nem Huntolt. Nézem a docot is, Csilla. Jó. Kell mozes érzékelő? Van, vagy kell? Van, vagy kell. Jaj, most eszembe jutott, de nem tudom mi volt, várjál. Kisikerült taszkolnunk a pillanatot. Nem arra gondolsz? Micsoda? Kisikerült taszkolnunk a pillanatot. Tényleg. Mit csinálni? Volt egy ilyen elszólásom, ez a kisikerült taszkolni a pillanatot. Igen. Taszkol. De azt hiszem erre gondoltam, de most ez így nem is rémli. Akkor mindegy. Hát, volt figyeltek. Valami, amit te küldtél, és nagyon nevettem rajta. Se Dodd, se Ghost Orb. Ó, dehogy nem, most, hogy kimondtam, van szellemköm. Nagyon jó, az első. First. Jó, megvan. Are you here? És a mozgásérzékelőt is kipipálhattuk. Mi a neve a szellemnek? Hadd mondjam már, aki a nevét. Mondom, Emily West. Emily West. Nem, nem válaszol semmire. De hogy először fontos. Na, itt ezt meg kéne nézni megint UV-val, mert most hozzányúlt az ajtóhoz. Oké, okay, megyek. Hozok fotót is. Melyiket? A bejárat ajtót. Van bent amúgy minden? Itt? Aha. Nothing. Szerintem van, van könyv, van doc, van minden egyébként. Po! Jaj, ne! Húzd le, ha tudod. De honnan tudjátok, hogy event vagy hand? Volt. De honnan ezt most én sem tudtam, hogy ez most elvente vagy hát, csak menekültem. Gondolom Nightmare-ben már nem lehet úgy nagyon tudni. De honnan tudod egyébként? Ez hát, para volt. Valamikor csak úgy jelenik meg, hogy így áll, és akkor tudod, hogy ha csak úgy áll, akkor biztos, hogy nem Hunt. Jaj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 
Bence! Ennyi. Rámarkoltam azonnal. Találtunk már elátkozott tárgyat? Igen, a kör közepén állok. Milyennek a neve? Nem Summoning tudom. Circle. Edda. Az, az. Hogy mi? Edda. Igen. De mi az? Ez a démon idéző, szellem idéző, ja. Kecskefeláldozó padló. Kecskefeláldozó. Na és akkor smink van eddig? Egy ghost orb, de ennyi csak. Szellemgömbünk van, de ennyi. Szellemírás, villanyomat, EMF, doc, fagyos hő nem volt még. De most ez sincs. Hol a szellemgömb vajon? Ja, nem, akkor most ghost orb vagy... Ja igen, ghost orb, ja. Docon nem láttunk semmit. Nem, hát figyelj, én néztem végig eddig, és nem láttam. Néztük a hőmérsékletet is? Az sem ment minuszba. Csak lent volt, figyelj. Ghostwritingot néztünk, hogy vigyek egy könyvet. Néztünk, de még nem írt. De hát van fönt könyv, nem?
Lehet meg kéne próbálni a beszédet, úgyhogy nincs bent csak egy ember, mert nem tudom. De hát ezt már megpróbáltam kétszer, de megpróbálom még egyszer. De nem volt az, hogy valamelyik mindig bent volt veled véletlen? Nem. A múltkor egyedül csináltam, kiküldtem a Bencét és becsuktam az ajtót. Jaj, az az EMF, amit láttatok emberek, az nem azért ugrott fel ötösre, mert ötös volt az EMF, hanem azért, mert event volt, és akkor megbolondul az EMF méter, és akkor mindenfélét feldobja. Igen, az csalóka tud lenni. De Bence, megy már ki! Pofámra vágtad az ajtót. Akkurát koppantam, hogy rendesen. Amúgy megint mind a kettenben vagyunk az épületbe, Bence. Jó, hát csak meg akartam nézni, hogy egyáltalán itt van-e még a szobája, mert itt Áriú hírezhet, de... Ja, de hát Áriú. Bence, menjél már ki! De hát 10 fok van, szerintem ez szobát vált a 14. Ott mászik! Hogy csesszétek meg! Csesszétek meg! Ereszhetek már kéne a halt életbe! Elegem van ebből, nem akarok még egyszer meghalni. Most miért? Most történt valami? Én itt vagyok bent lent. Engem mindjárt megöl. Csak engedj ki, engedj ki, pala! Maradjál itt és töljön meg téged, engedj ki! Mi? Pala? Engedj ki, pala! Pala! Miért paláztad le, szegény? Te azt mondtad, hogy pala! Majd klippelik az emberek és vissza lehet nézni. Kösz szépen! Minden, pala, már voltam pilla, azt mondom, hogy szempilla, nem mondtam, okay? Hogy pala! Ahogy Isten, lepaláztad a legjobb barátnődet. Pedig annyira nem nehéz megjegyezni ennyi betűt. Jaj, mi baja van a kamerámnak? Miért nem fókuszál? Most fókuszál. Hadi, kikszünk. Oké, ez megint csak izé. Hoztor van, de lehet, hogy most kim van, Bence? Itt, mintha mínuszat láttam volna? Vagy mi ez? Szerintem ott lesz, Bence, vidd. Átment ebbe a szobába. Igen, ott van a Ghostorb is, ott lebeg fölötted. Ó, igen? Aha. Viszont. A fagyos fű az volt, ezt mondtad? Szerintem itt volt fagyos fű, de nem vagyok benne biztos, mindjárt megnézem. Szét benyomom. Ó, ah, megeszi, itt teszi a keresztet! Oh my God. Mit csinál? Eszi. Okay, menjetek ki, szedjetek be gyógyszert, kérlek, mind a ketten. Jó, megyek. Én már ettem egyet. Várjál! A picsában van a lépcső, megvan. Jövök vissza, Bence. Nincs mínusz. Ne. Megyek gyógyszerért. Jó van. Vagy várjátok, még nem baj. Várjátok, de megijesztettél most, te jó ég. Ott ez a felüvöltés. Meg akarom nézni. Baszki csilla. Várjál! És úgy megijedtem, hogy nem bírom ezt már. Az ajtó előtt se állok, de nem legyen ki. Szóval én ezt úgy tudtam volna elképzelni, hogy ott éblök a francba, tudod. Kijuthasson. Amúgy igen. Engedj ki, pala is csú. De nem volt, nem mondtam, hogy pala. Pala. Ez ráadásul csúnyán hangzik. A pilla az milyen szép ahhoz képest. Pilla? Az se jobb. Na? Ti lépegettek? Ki van bent velem? Én vagyok, itt vagyok. Oh, hol vagy, Bence? Hát hol? A szekrében... Látszik a kezed itt, kilom. Itt vagyok bent. Azért, mert azt szerint itt lefog esti 20-ra. Gyere bent. Are you here? Szia, te gerinc! Ki a gerinc? Nem válaszol. Are you here? A szép orjukat van. Neked is. Nem. Jaj, ne állj föl itt! Az az a következő év adja a Szulajmánoknak. Mi? Bepújtunk a szekrénybe, de szép orjukat van. Jaj, ne állj föl, léci! Tényleg, amit csak ennyit hallként zsírul a szekrényből. Jó, én bebújtam egy szekrénybe. Addig megnézem. Most mindenki egy szekrénybe bújkál? Mi ez a csapat? Hide and seek. Miért félrészel rám így, Bence? Ez lehet ötös. A huncod bele. Várjatok, mindjárt jövök, most megbújkálok. Csak négy. Szóval megint teszi a keresztet, hogy jól látom. Mit? Mi ez a hang, Csilla? Megint nyomnyugod? Mi ez? Inhalátorom? Vagy mi ez? Fulladt, szegény. Nagyon eszi a keresztet. Ja, Istenem, tényleg azt mondtam, hogy para. Pala, most meg már leparáztad. Igen, most már para vagyok. Para, pala, pala, Csilla. Ja, Istenem, megint folynak a könnyeim. Azért jó veletek játszani, basszus. De jó. Engedj ki, pala! Valaki amúgy nincs, aki tud animálni, srácok, nem ismertek kontaktot? Egy-két videót tökre adnék, így.
meganimálva látni. De. Vagy... Igen, én is. De természetesen nem ingyen. Konkrétan folynak a könnyeim. Én is nagyon szívesen látnám ezeket meganimálva, azt akartam mondani. De hogyan? Ez olyan volt, mint amikor... Igen! Ne! Segítsek, ja. ez már hánt! Kell neked ennyit kuncogni. De segítsek, nem találom a lépcsőt! Hát akkor bújj el! Amúgy nem itt hánt. Itt áll! De nem hánt, nyugi! Ha-ho. Jó. Honnan tudod? Mert nem cukkod be az ajtót. Jaj, Istenem! A könnyeimet muszáj letarolnom, mert lásd, sírom a sminkám. Hello! Most csukta be az ajtót, úgyhogy most fussam mindenki, és megy utána Csilla, és el fog kapni, és megevett. Baszki pala! Jól mondtam? Megjósoltam? Jön. Jött. Megölt? Igen. Mi? Hát tényleg? Megölte, hát ott végignéztem. Miért nem bújtál el? Hát futott, de nagyon gyors volt a szellem. És még ott van? Még jön, igen. Bence, maradja a seggeden. Hát ez most fáj, hogy megint meghalt. Nagyon ijesztő nő. Ez egy új nő. Mint az elmegyógyintézetből kiszökött volna egy műanyag kanállal. Kanál? Elment? Aha. Gyere ki. Na jó, én felszállok a buszra, mert még megint ittok. Felszállsz a buszra? Ja. A furgonra. Csuk, mi volt ez? Egy has? Jaj. De leverte a képet. Olyan nehéz elbújni amúgy. Na milyen izénk volt még? Ugye boltszarvunk volt ezen kívül? Sterhes volt emberek? Mi? Sterhes fagyos, ez a nő? Fagyos hő és szellemgöm. Nem, ez egy... Akkor tényleg terhes volt? Mit az nyom, hogyha terhes. Nyom. Gondterhes. Ja, te ott van a evidence pregnant. De tényleg miért volt ekkora hassa, vagy mi volt ez? Akkor ez ikrek. Nem tudom mi volt az, nem tudom, ötösen nem ugrott fel, docson nem szaladt át. Nem szaladt át? Mi volt a... gyerekek. Konkrétan csurognak a könnyeim. Lantyurei hantu onrió. Jó, én mondom, hogy mi legyen. Én azt mondom, hogy ez egy revenant. Hát nem hiszem. Vagy vadászat közben elképesztően gyors, és én amikor néztem páholyba, hogy Csillát kergeti, akkor nagyon begyorsult. Tehát, hogyha meglátta Csillát, és így begyorsult. Ez volt? Az akkor revenant? Igen. Akkor revenant, akkor lehet, hogy az mondtam, hogy revenant! Mondtam! Az a baj, nem tudjuk, hogy mennyire gyorsul be. Látod, hogy gyorsan lehet. De hát azért relatív, igen. Ugye, hogy most mennyire gyorsan lehet, hogy nem csak volt csak a Csilla volt lassú. Ja. Tudorak, nagyon szépen köszönöm neked is az ajándékszobot. Pókparnusnak, nagyon szépen köszi, nagyon rendes. Unatkozom, gyertek! Ja. Nem tudom, mi lehet a harmadik nyom. Le is kéne fotózni, közben kirakok egy Insta sztorit. Mit a harmadik, igazából a második nyomot se tudom. Fagyos hő meg szellemgömb volt. Mi? Volt fagyos hő? Nem az van? Nem, sajnos nem. Aztán leellenőriztem és nem volt fagyos. Ja. Ó, hát akkor menjünk vissza még nyomozni, hát nem tudjuk, basszus. Én jó, akkor gyógyszerezzük be magunkat. Hát de mi... He! Ez összeolvadt az öngyújtóval. Szia, láttad te is? Aha. Mi történt? Ez már off. Az off. De rágyújthatsz, hát ha az jót tesz a szerintének. Felgyújtalak. Gyere csak ide. Az nem tesz jót nekem. Tényleg? Azt hittem egészséges egy kis égés. Biztos, hogy volt. Lehet, hogy hagyott új lenyomatot. Szóval meg kéne nézni, hogy... Igen, azt kéne megnéznünk. Meg szellemírás talán. Azt most nem merek egyszerűen kamerával menni. Hát, hogy akkor kéne füstölő is. Jó, akkor legyen nálad a kamera, nálam a füstölő. Azok, hogy új kamera. Ez a fény, ez nagyon szép, piromán vagyok.
Most mi van? Még látni se látlak titeket, bakosít. Most jövünk be a kocsival. Kocsiból. Jó. Kocsiból? Kocsiból vagy kocsiból? Kidobtad ezt a kanalvillát? A hölgyike. Nagyon erőszakos. Hát így rom... Hát nem rólad volt most szó kivételesen. Megnyitott a fürdőt. Beleharapott a keresztbe megint. Bele a harapot. Retkes víz. Retkes víz, ez az. Látlak titeket legalább a kamerán, már ennyi megvan nekem. Nyitott. Fotózz oda, hol nyitott. Nem tudom, hol nyitott. Hát, ha beadja egy új lenyomat. Burned de crucifix. De nincs nálad UV. Interaction. De ezt kell lefotózni. Ott hajtam az UV-val. Sír. De terhes. Már rég megmurdeltem, Győri Kex. Menj már innen, hogy kimehessünk. Három csillag. Baszki, de jó. Ezt is megfogta, ezt meg kéne nézni kamerával, vagy UV-val. De nincs UV-nk. Nekem meg már nincs több fényképezési lehetősége. Meg kell kerestem, hol van a... Jaj, nem hagyott itt senki UV-t. Valaki hozzon UV-t az emeletre, de gyorsan! De hát hagytam ott UV-t, lent volt a földszintem. Hát ez a baj. Na jó, megyek. Aj, mennyit nyitogat, ez legalább az egyik ilyen hagyott új lenyomatot. Mire? De hát már megvan két nyom, nem? Hol van? Nincs. Van. Csak egy nyom van? Amúgy nem volt terhes szerintem a nő. Biztos nem. Szerintem az nem számít. Ja, nem tudom, hogy nem számít, csak ott voltam mellette konkrétan, ott álltam vele szembe. És végigmértem. Baszus! Ojoj! Nem csak ebent. Nyugodj meg. Ez énekel, baszki. Ez valami megasztáros lugnya. Jó, nagyon sok mindent megfogott. Szerintem kiúszhatjuk, hogy nem lesz új lenyomat, mert mindent megfogott. De nem nézted meg? De UV-val. Most végignéztem UV-val. Paksi. De az utolsót úgysem mutatná, azt nem? Azt is ilyen! De nincs kettő se csilla, csak egyet tudunk. De nem, Ghost Storm, meg ja, itt van, kis itt buzi. Halo! Spirit Box is volt, vagy mi? De rohadt parán nézem ki te. Most elment. Most a Spirit Box is volt? Azt én nem tudom. Mert csak eddig szellemgömbről tudunk csilla. Freezing temperature-t mondta. De az nem, de nem, az nem mondtuk, volt igaz. Hogy nem volt. Itt járkál a kis gyökér. Emberek, az nem bizonyíték, hogy meg a fonos, vagy mi, nem, meg a sztár, vagy mit mondtál? Meg a... Miért nem? Meg mit, micsoda, ahol énekelnek? Meg a sztáros lúgnia. Meg a sztáros, meg a Miért van izénk? Van kártyánk? Te tudtok hozni? Nem, az nem az. Se az, hogyha terhes. Énekeltem úgy. Nincs kártyánk? Nem tudom, nem az volt. A zenedoboz volt az elátkozó. Ja, ez csak a Paula, jó. Jön megint? Paula olyan. Gyere erre, mert van, rá tudunk gyújtani, hogyha nagy gáz van. Jön ám. Jaj, de para ez a csaj. Össze-vissza dobál minden. Nyugi. Cigizek. Kiment. Nem bírja a füstöt. Visszajött. Megölt téged is. Megölt! Jó, és a tipp. És menjünk. Oj. Pecse, hogy haltunk még mindig a ketten egyszerre? Aj, nem tudom. Noémi, köszönöm nem, az előfedés Sevinek. De nem is tippeltünk. Nem. Én nem tippeltem. Hallod, Bence, egymás seggében voltunk. És egyszer hát... ölt meg minket. Revenant! De már ilyen tippeltem. No! Én betippeltem mindent. Én eltaláltam, én nem tippeltem. Fuck! Én tippeltem Revenantot, és mondtam, látjátok, mondtam, hogy Revenant. 43, mi ez a kis... Ez egy kis szánalom pénz, amit kaptam érte. Szánalom pénz. Meghaltunk a francba. Na jó, most akkor ki lesz az én sugar mommem? Hát én 43 dollárt kaptam, úgyhogy most már van szerintem 45. Miért jött vissza? Nem eljesztette a cigi szaga? Nem értem. Hogy nyugi cigizek, és tényleg utána meghalunk.
Elrakad. Semmi, és rágyújtok Paul, semmi gond, ezt jön vissza. De nem értem, mitől jött vissza? Meghalott, amikor mondtam, hát hogy gyúk irány. Megérezte a cigi füstöt. Hát épp azért szeretik. Fordult ki, kifordult, mert megéreztem. Azt egyszer csak visszajött. Hát ez béna volt. Na jó, valaki vásároljon, akinek... Csilla, nem akarsz most vásárolni? Vagy eladni szeretnél inkább, vagy mi legyen? 122 dollárom van. Mit vegyek? Akkor vegyek én megint venni. De nem tudom, hogy kell venni, nem értem! Tényleg, nem értem! Van ilyen, hogy shop storage, meg loadout. Melyikbe vagyok? Én se vágom. 500-ért, na 500-ért vettem mindenből egy kicsit. Jó, tettem be egy csomó mindent. Még Pagoly Berci jó, minden iszű tasé. Nem értem. Mi az, hogy 1/4? Miért van ott egy kamion ikon és 1/4? Sanci csinál nekünk tutorial videót a boltra. Nem mondod, Sanci. Mi? De édes vagy. De tényleg, köszönjük. Külön tutoriál nekünk, azért szóval wow. Valahogy örülök neki, valahol pedig elszomorít, hogy tutoriál kell hozzá egy bevásárlás. Csak nekem kell, valójában. Nincs ez szívesen. Lehet, hogy csak nem vásárolok szívesen. Na mindegy, vásárolok, leszarom. Na, beadtam mindent. Jó, én vettem dolgokat, na várjál, és akkor most autóaddalom. Vagy nem. Ja, és akkor most azt tudom hozzáadni, ami a shop storage-ban vettem. Nem? De hogy lehet az, hogy mi 1000-ért vásároltam, vagy mennyi? Az hol van? Egy Nightmare-ért kapunk 280-at, és 1000-ért kellett vásárolnom egy halál után. Ez nem fair. De nem értem. Most akkor mit adok hozzá? Egyébként van már mindenünk. Én addig elmegyek pisilek egyet, amíg ti jó, mindegy. Még sincs mindenünk. De jó pisit. Szia, Vektor! Köszönöm szépen az előfizetésedet. Úgyhogy mindjárt jövök egy pillanat. Jól van. Nem is tudok redizni. Miért nem tudok redizni? Nem választottuk még pályát, de... Oh. Jó, legyen profi. Elszomorodtál. Igen. Miért? Nagyon sok pénzt fizettem. 4 lehet összesen a kamionban, és most 1 van, mert 4 fős a csapat. Na én nem... Esküszöm, nem értem. Én szeretném látni, amit Panci csinál. Vagy megnézem, majd küld el. Hogy? De ezért nem tudok jól bánni a pénzzel. Mert hárman a vagyunk játékban, és... mint a valóságban. És 4 darab Strong Flashlightot tettem be egyébként. Na mindegy, járulékos veszteség, vagy ki lehet venni? Na, ezt így kiveszem. De az előbb se tudtam berakni, és megint azt mutatta, hogy buy. Megpróbáltam berakni plusszal, amin van. De ha berakok valamit, akkor a buy növekszik. Tehát, hogy azt hittem, hogy azt már megvettem a storage-ban. A loadout-ban próbálom berakni. Ah. Amúgy nem volt jó vajon a shop rendszer régen, vagy? Nem tudom, nem, tényleg azt nem valahogy, értem. Valahogy az működőképes dolog volt, meg mintha olcsóbb is lett volna. Jó, na mindegy, én tényleg, én nem. Remove. Ez. Még egy plusz csinál, Sanci. Ezt nem. Hát így nem. Ez remove. Nem tudom kivenni a Strong Flashlight-ot. Na jó, az utolsó abonettet megeszem már. Több út. Jó, mindegy. Ami egyszer bekerült, az benn is van. Köszönöm szépen, Regi, közben a 7. hónapot. Nagyon rendes. Nagyon-nagyon rendes. Szervusz ismételten. Na hogy működik? Én nézem addig ezt a tutoriált, amíg Paula visszajön. Itt vagyok. Hát ez nem sikerült. Micsoda? Megnézem ezt a tutoriált, amíg Paula visszajön. Sziasztok! Ja, hoppá. Időzítés az. Hargeteges. Nyugodtan nézd meg addig.
iszom addig valamit. Igazából én ready vagyok közben, szóval menjünk. Tessék, Gyuri Kex, fókusz, csak neked. Nem tudom, mi van a kamerámban most egyébként, most valamiért nem akarok szállni, lehet, hogy csak... Lehet az új hajad. Low light van. Ja, az új hajam miatt, nem ismer fel. Így vagyok fent Twitch-en, küldök be egy sajtot. Tessék. Egyik embernek válaszoltam. Miért pont egy sajtot? Nem, mert most az jött az ujjamra. Úgy gyerekek, annyira éhes vagyok, én most mindjárt meg fog halni éhes. De hallod, már mióta ropogtatsz, igen. De ez csak egy abonett. És abban nagyon sok szénhidrát van. Van a... Ja, mindenkire jó van akkor. Na. Ez most csak profi lesz, de nem igen. Baj. Jó az. Profiknak profi kell. Köszi Gyuri Kex, én is nagyon szeretem. Az új kedvenc dolgom. Rágcsáj keresztet? Mi? Micsoda a kedvenc dolga, Csilla? Az új orpiercingem. Ja. Meg a hajamat is kedvelem. Azt hittem, hogy szörnyen fog kinézni, aki kopik, de nem néz ki szörnyen, aki kopott. Nem, jól néz ki, nagyon. Á, hogy működik? Á, nem jó, hát ezért bukunk ilyen sokat, mert túlvásároltok magunkat. Én nem akarok full buy-t. Sanci, neked az, amit beküldtél, azt ilyen full buy, mint ami itt van, mert nekem ilyen nem kell. Például 4 darab alapzseblámpát, amiből egyet se használunk, az nem kell. 6 darab kamera, amiből egyet használunk, nem kell. 5 darab állvány, nem kell. 2 darab könyv, pofám leszakad. Mi 5 állvány, azok az én állványaim, nem? Hát na, nem, mit hiszel, most... Bence, mondjad, meg te is, Polla. Szokásos, főbe. MF és hőmér. Jó, én vittem UV-t, meg sima lámpát, meg Spirit Boxot. Na, menjünk. Ez tragédia. Komolyan mondom. Borzalom. Megpróbálkozok egy animációval. Tudsz animálni? Wow. Valami vicces animációt elfogadunk. Mert most de mit kellett volna animálni? Nem csak, hát ilyen... most tettem ki egy videót, tegnap vettünk föl Fazmót a Dávidékkal, és annak az egyik részét, mert amúgy nagyon sokat vettünk föl, és egy részét felraktam most, ma. És ez annyira jó volt, amikor nem akarom lelőni, de ott vannak jó poénok benne, aztán így elképzeltem arra egy animációt, hogy ezt tök viccesen meg lehetne csinálni. Csak nem szeretek animálni. Nem is nagyon megy. Istenem, hol vagyok? Nem... Hol a... Mert nagyon szeretem az ilyen animációkat. Csomó videósnál láttam külföldi. És... Milyen animációkra gondolsz? Hát amikor ilyen YouTube videókat így megcsinálnak, ilyen játékot így megrajzolnak, és akkor ilyen vicces részeket meganimálnak. Várjatok! Nem akarom magam még egyszer leégetni, de... Semmi, megvan, megvan, meg. Mi az, mit kerestél? Szia, Csernus törzs! Are you here? Jaj, de se kapcsoltam. Are you here? Ja, ti ebben vagytok, én csak most ültem ide. Jövök. Csak 3 fok. Egy fok, mert megvan. Are you here? Jó van, ez itt lent lesz. Hol? A pincében, az egyik kis szobában. Valami kis szertár. Itt vagyok, várjál, hadd spiritezzek vele. Menj ki. 2 fok, oké. Csuk be. A kéz. Are you here? Utózzak valamit? Találtok senki valamit? Nem akar velem beszélni. Aha, nem? Ott a kéz az egyik ajtó előtt. Hol? Milyen kéz? Még ilyen furán dobál, vagy te dobálsz? Ez nem láb? Hopp, láb, kézláb, lábfej. Kézfej. Kézfej. Fejláb. Ki az, aki dobált, vagy csak csírálnak esetleg valami? Nem, itt van. Hol a léci? Jó, ide is bemegyek. Ilyen kedveset még sose kívántak nekem. Ide is bemegyek, menj ki. Are you here?
Be kell csukni. Are you here? Akkor ne is hozzak hőmérőt. Hát van ott egy... Mi ez? Szétesik a pálya. Igen, nekem is. Hogy mi? Hát így eltűnt a lábtörlő, aztán az oszlopok tűntek el, aztán hirtelen a járda is eltűnt. Én ilyet nem tapasztaltam. Hát így haldoklik. Van új lenyomat! Yes! Jó, akkor jövök, várjál, lefotózom. Hol vagy Csilla? A pincében. Nézzétek meg EMF-fel is, hogy hányast írám. Jövök. Juhú, megvan. Sír. Akkor le is dobom ezt, mert már nem... Are you here? Nem akar válaszolni, úgyhogy ezt is lerakom. A nézők szerint most túl finom vagyok és nőies. Most nem tudom, hogy sértésnek vegyem, vagy bóknak. Szokatlan, Paula, szokatlan! Na akkor kamera, ugye? Mert akkor hozok azt, ami nincs. Igen, de most jöttem ki, hogy hozzak valamit még. Jó, én is, most van két helyem. Akkor hozok kamerát. Oda lerakjuk szerintetek? Jöjjön. Hoppá. Na. Nem bírom. Mit csinálsz? Mit műveltek? Nézem, hogy Paula fölé hajol, ledobja. Drága volt ez a kamera, csak szólok, most én fizettem mit, mindent. Mit hozzak? Eltűnik a ruhád. Te vagy a szellem. Hallod, Bence, neked sincs lábad. Hozzak doccot. Már maradj úgy, hadd fotózzam le egy pillanat. Hozzá minden. Ja, ne hozzál. De hozzál. Befagyott a telefonom. Hozzak dosz projektor? Hozzá, nem tudom. Könyvet vittetek? Elküldöm. Ez lesz az indexkép. Majd az, hogy így nem tűnik el neked a felsőt, vagy nekem a felső testem? Nem, neked a lábad tűnt el. Járkálj már egy kicsit úgy, hogy eltűnjön a felső testem is. Mi? Várjál. És így nézzük egymást, és élvezkedjük, hogy így tűnnek el bizonyos testrészeink. Tűnt mindenet, csak a fejed látszik. De miről beszéltek? Én rendesen látok. Mit mond a nagyon kövér? Pika? Paula. Ja, Pika? Bocsánat. Pika. Paula. Nem, de... Azt mondta, hogy tudom, onnan jött a Paula. Na, milyen a felső testem? Miről sexy beszéltek? Sexy. Nézd, elküldtem a izét Zulajmanba, amúgy megnézem. Jó. Én nem látom. A játékon belül is tudsz nyomni egy fotót? Print screen-t. Aha, várjál. Nem tölti be. Találtam valamit. Egy lila cuccot. Az az UV lámpa. Nem, egy lila... Nem tudom mit. Zsákot. Na? Oké, szerintem majd megleszel, majd átküldöm. Jézus! Esik szét minden. De én nekem nem. Ja, ez lehet, hogy levendula, igen. A fajat! Mindegy elátkozott, nem átkozott. A hajad leesett a fejedről. Mi van? Nekek mi bajotok van? Szétesik a játék. Na mit csináljunk? Raktam le kamerát. Az elátkozott tárgyat viszont nem találtam. Van emelet? Nincs. Itt nincs. Nincs. Majd megkarba néztem, de én se találom. Ez egyáltalán itt a szobája? Fogalmam sincs. Nem. Nem az? A mellette lévő?
Nem, hát mi van itt? De meg sem találtuk a szobáját? Úgy tűnik, semmit nem találtunk. Két szoba van itt összesen, de egyik sem tűnik annak. Á, de itt csak 5 fok van. Ha, itt zúz szomszédban. Tudod meg vinni oda a kamerát? Hogyha esetleg ott lesz. Mert én most itt jelenleg semmit nem találok egyébként a kamerán keresztül. Hol van a kamerád? Ott ja, ott. Ez. Uh-huh. De ez az a szoba egyébként, ahol törzúz. Tehát ez jó, ez itt 1 fok. 0. De hol vagy? Hol vagytok? Én nem is látom. Lent a pincében. Lent a pincében. A pinyóban. Hát ez... Aha, igen, itt volt a izé is, az új lenyoma. Egy új lenyomat volt. Are you... Na, hát be kell kapcsolni. Are you here? Próbáltam többször is kontaktálni vele, de nem válaszol. Are you here? Donald Alexander. Give us a sign. Ez a neve. Jó, ja, tényleg a give us a sign-t elfelejtettem mondani. Give us a sign. Tessék, rácsukom. Give us a sign. Donald Alexander. Give us a sign, de legalább X-elt hit a segg. Szólítsd a nevén. Donald... Mi volt? Alexander. Alexander Donald. Alexander Donald. Elegem van belőle. Valamit megfogott viszont, ezt meg kell nézem. De már volt új lenyom. De már volt. Jó, de hát van elme fött. Ah. Are you here? Are you here? Van bent minden? Diary? Könyv? Mi? Van. Diarrhea. Diarrhea is van. Kedves napom. Zsilla írna. Hát ez... Az anyádat! De a Bence feje potolja van egy... Átfutott a doc projektoron. Nagyon jó. Ó, akkor van kettő jelünk. Meg fussunk ki a házban. És miért? Doc? Ú, Bence, gyere, mert 10%. De melyik volt a másik? Doc, meg finger. De mi? Nem is én vagyunk? Nightmare? Jajaj! Várjátok. 10-es, úgyhogy tipi. Ki tudsz jönni, ha ügyes vagy? Vegyetek be nyitót. Elfáradtam, az életem nem ér ennyit. Ah, de nem kell bevenni most még gyógyszer, mert el kell, ki kell űzni a füstölővel. Itt van a füstölő nálam. De hát Bence, neked 11%. Volt nálad öngyújtó is? Igen. Beáldozod magad, vagy mi? Beáldozom hát. Jó, akkor csinálok rólad képet. De hát én is hoztam. Ja, lesz nálad fotó? Persze, linkelj, Sanci, de mondjuk, várjál, te nem vagy a Discordomon, mert ott egyszerűbb lenne, mert az megmarad. De jobb Csilla, te nem akarsz... Igen? Jobb klikkel kell majd begyújtanod. Nyugtatod bevenni? Nem. Okay. Jó vagyok én. Én jó vagyok csináljak így. Valamit? Imádkozz. Az jó ötlet, igen. Keressünk búvó helyet, és akkor tudunk hova menekülni majd, ha jön. Nagyon aktív a szobában. Köszi szépen, Sanci, amúgy nagyon kíváncsi vagyok. Egyszer nem tudok rájönni, hogy ezt mégis vagy a frontba kéne. Most már bármikor jöhet, hogyha csak óvatosan a szaladgálással. Ette a keresztet. Oké. Ez event csak. Ja, én meg füstölőzöm. Nem tudom kinyitni az ajtót, miért? Hát be lehet, nem csak event. Miért nem tudom kinyitni az ajtót? Megette a keresztet. Nekem leégett a füstim. Füstimüsti? Füstimüsti. Most akkor ezt megkaptuk, ezt az acsit? Nem, a mert csapatod egyik tagja meneküljön ezt szellemelő vadászat közben. Ja, mert ez nem volt vadászat, akkor eszek még egy füstölőt. Mi volt még? Aj, gondba vagyok nagyon. Ez a búvóhely.
én sem tudom, Sanci. Bármelyikbe. Lehet a Dumáldába is akár. Hánatos büdös banánba lehet. Mi lehet az utolsó nyom? Akkor nem írt a könyvbe. Nem. Give us a sign. EMF mérő. Az sem ment, pedig folyamatosan nézem, de nem ment még ötösre. Akkor lehet csak beszélni kéne, hát ha megszólal. Megint csak hármas. Give us a sign. De már 0%-on vagy. Arra várok, hogy lecsapjon. Csilla, majd itt a folyosó végén lesz arra a búvóhely. És füstölőzünk, és elbújunk? Aha. Okay. Itt fogod meg. Szia, Kiru. Bence, nem akarsz felegyenesedni? Ötös végre, köszönöm. Ó, hála jó égnek. Jó, Igori, jó. Bence ott áll, meg van már őrülve, és ő... Gyere rám, szellem! Gyere rám! Gyere, támadj! Gyere, hagyd szívjam ezt el! Gyere! Még múltkor ez csak a... Tehát, hát igen, nem nagyon hadott. Jön. 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 Nagyon megy. Úgyhogy menekülj. Hát, hogy kipárult. Gyújts már le a lámpádat! De van! Nem, látom, hogy ég. Az nem az. Tehát látok egy lámpát. Ez a óránk. De. Nem fog kipipálódni, mert elbújtatok. Ó, dehogy nem. Most már kipipálta, jó van. Akkor okay. Eltűnt, mehetünk. Igen, most már lement. Na jó, akkor rohanjunk vissza, és kész vagyunk. Bence, hogy jársz? Hátra vannak csapva a karjaid. Igen, én Narutóba. Nem bírok, ajtó. Gyorsan! Ne! Ne! Hogy ne poszulj, Bence! Ezért kellett, azt hittem, hogy megint elment izébe. De szemét vagy! Ó, bocsánat! Ez most tényleg gonosz volt. Bármennyivel be lehet szopatni. Mennyi a szenitim? Na, a profi megcsáltuk. Nulla az enyém is. A tiéd miért megy följebb? Az enyém megmaradni? Most már az enyém is megy fel. Na, mehetünk? Igen. Na, jók vagyunk. Maxosak vagyunk. Na. Látjátok, emberek, arra kell szavazni, hogy mindenki túlélje. Most többször éltük túl, mint a hányan meghaltunk. Na jó van. Mint hogyha régen többet kaptunk volna ezekért. Hát válság van már a fazmóba is. Hát de szerintem... Nem az volt, hogy régen a profin 300-at kaptunk. Na, 195, ó, yeah! Most meg 195, ó, yeah! Hát ez elszomorít. Miért régen mennyi volt? Csak, hát én úgy emlékszek, hogy 300 környékén. De lehet, hát, hogy rosszul emlékszek. Szerintem össze tudjuk azt is szedni, hogyha több mindent fotóznánk, tudod? Meg ilyen. Aha. Meg ilyen challenge-eket, napi kihívásokat, ha megcsinálnánk. Na jó, folytassuk innen kövinek. Aha. Jó van akkor. Köszi szépen a gémet nektek. Köszönjük én szépen. Én is köszi a gémet. Jó volt ez, majd még dumálunk. Rendi, bendi. Sziasztok. Hello, puszi nektek.